A 21. században az emberek hanyagsága hatalmas károkat okoz a Föld légkörében és a bolygó élővilágában. Korunk egyik legnagyobb problémájáról, a klímaváltozásról és annak következményeiről tartottak előadást a Bátaszéki Időseknek a Gondozási Központ Nappali Intézményében. Az idős embereknek pedig különösen nehéz ilyenkor, mondja Istenes Károly, aki érzi, hogy mennyire megváltozott az időjárás a múlt századhoz képest. Sokkal nagyobb, erősebb, mint fiatalabb koromban. Akkor is volt, de nem ilyen erős, mint most. Nem ilyen hirtelen, ilyen váratlan, mint most. Akkor is volt, volt egy nagy hideg, 42-ben volt, mikor a katonáink megfagytak, ugye, akkor nálunk is, ott is hideg volt. 32 fokot mértek január 24-én, ott is. Bizony. Istenes Károly azt mondja, nem könnyű az ő korában kibírni a klímaváltozást, azonban ahogy tud, védekezik a hőhullámok és a hidegtelek ellen, de az egészségére is rossz hatással van a hirtelen változékony időjárás. Nehéz alkalmazkodni az egészségnek. Én nekem is, mert most már 91 éves vagyok, és sok mindent megéltem már, amennyire tudtam, ugye hát elmentem fürödni, ugye vízbe voltam. Árnyékban voltam, és otthon voltam. A legnagyobb melegben, akkor nem mentem sehova. Van azonban olyan, aki megijed ugyanattól, hogy mit okoz a klímaváltozás, de mégis elfogadja a következményeit. Kemény Zoltánné egyike ezen embereknek. Azt mondta, hogy korábban is meleg volt nyáron, de az nem volt ennyire megterhelő, mint napjainkban. Gyerekkorban nem volt ilyen hőség, mint most. Úgy emlékszem rá, hogy ilyen csörgős korsóba vagy, miből ittuk annak idején a vizet. De én nem szólhatok egy szót se. Tényleg, mert aranyosak a gyerekeim, gondoskodnak mindig, hozzák a vizet, ennivalót, mindent, együtt lakom velük, úgyhogy egy házban lakom az unokákkal, én nem szólhatok egy szót se. És én ezt a klímaváltozást elfogadom. Akkor is meleg volt, és valahogy nem vettük mi föl akkoriban ezt a meleg, hogy jön a meleg. Kint voltunk a határban, kint dolgoztunk, na, arattunk minden. Szóval nem, én nem mondhatok semmit. Még most sem mondhatok semmit, hogy most jön ez a meleg front. Hát erről nem tehetünk, maguk se tehetnek, épp ahogy mi. Kemény Zoltánné boldogan emlékszik vissza azokra az időkre, amikor kint aradtak a mezőn, és szerinte a legjobb védekezés a fagylalttal és a hideg vízzel, valamint a ventilátorral való hűtés. Úgy védekeztünk, hogy mindig azt mondta apukám, hogy kislányom, majd mindjárt jön a fagylaltos, és ilyen fabódéba vagy miben hozott ki nekünk ide a legelőre fagylaltot. És akkor azt adta nekünk, azt vett nekem, és akkor reggel korán mentünk, este későig maradtunk kint, hát védekeztünk akkor is, vízről gondoskodtunk, mondom, ilyen nagy csörgős korsóból ittuk. Az ember nem tud úgy aludni se talán, de hát jó van, túltesszük magunkat rajta, van ez a ventilátor, megoldjuk. Megoldjuk a ventilátorral, még itt is, hát nagyon jó érzünk magunkat itt az otthonban. Én nem szólhatok egy szót se, a főnöknő nagyon gondoskodik rólunk, vízről állandóan minden, mindig mondják, igyatok, igyatok, igyatok. Úgyhogy sokat kell inni. Én nem tudom, hogy miért van ez a nagy hőség. Azért azelőtt nem volt ilyen nagy hőség. Ahogy nézem többször a tévét, hát látom benne, hogy hát jön ez a meleg front felénk. A Nappali Intézmény vezetői szerint a gondozási központ lakói számára talán most derülhetett ki, hogy milyen nagy bajjal is áll szemben a Föld, és hogy ez az ő életükre is mekkora hatással lehet. Ugyanakkor ők igyekeznek gondjukat viselni a lakóknak, jó tanácsokkal ellátni őket, és segíteni nekik a kánikula idején. Rendkívül fontos, hogy felismerjük azt, hogy ha esetleg hőkimerülésről vagy a hőséggel kapcsolatos valamilyen állapotváltozásról van szó,
úgyhogy a folyadékbevitelre rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk, de emellett gyakoriak ilyenkor a rosszulétek, szédüléses panaszok, vérnyomás, ingadozás, úgyhogy különös nagy tekintettel kell legyünk az idősekre, mert őket ez nagyon megvisel, ez a jelenlegi időjárás. Elsősorban a megfelelő folyadékbevitellel, többször kínáljuk őket hideg vízzel, mert megfeledkeznek arról, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak. Emellett vérnyomásmérést szoktunk ellenőrizni, a megfelelő módon kiszellőztetjük a helyiséget még a reggeli órákban, hogy mire érkeznek, addigra már egy kellemes közegbe tudjanak jönni. Aztán ventilátorokat alkalmazunk, hogy valami módon azért egy kicsit a levegőt mozgassuk, és hát nagyon figyelünk arra is, amikor érkeznek, illetve amikor hazamennek, hogy akkor is a kísérésre is hangsúlyt fektetünk, mert hogy valóban ilyenkor azért a szédüléses panaszok felerősödnek. A nappali intézmény lakói érdeklődve hallgatták az előadó gondolatait. Stábunknak azt mondták, hogy félnek attól, mit okozhat a klímaváltozás és a nagy hőség, ez pedig az egészségükre is hatással van, de úgy védekeznek a központ dolgozóinak segítségével, ahogy tőlük telik, és jól érzik magukat nyáron a nagy meleg ellenére is.